Új üzleti lehetőségek, terjeszkedés, külföldi tervek, bátra ki a szerencse, és a tervezés során gyakran elfelejtjük a nehézségeket megfelelőképpen felmérni. A hiba pedig mindenben kódolva van, de persze, aki nem mer, az nem is nyerhet. Hibázni azonban ér, de fel is kell tudni állni belőle, ehhez pedig erő kell. A jó vállalkozónak és a sikeresnek pedig még több erő. Mutatjuk, hogyan lehet erre is felkészülni, vagy legalább utólag korrigálni. Tanó Tamás közgazdász, műkincskereskedő. A műkincskereskedő üzlete mellett állt a Manhattan étterem. Ott ismerte meg barátját, üzlettársát, Lefkovics Györgyöt. Tamás számára a vendéglátás mindig is nagy szerelem volt, így Lefkovicssal elindították első közös vállalkozásukat, a Leroyt, amelyet több más stílusú étterem követett. A kérdés csak az marad, hogy egy magyar vendéglátós lehet-e külföldön sikeres? 13-ban a Gyurinak a középső lánya Los Angelesbe nyert felvételt az egyetemre, és úgy érezte a Gyuri, hogy nem szeretné egyedül hagyni, hogy kimenjen és kint tanuljon, úgyhogy a Gyuri ingázott oda-vissza. És egy ilyen gyengébb pillanatunkban a Gyurival kitaláltuk, hogy milyen jó lenne nyitni egy éttermet Los Angelesben. Már ott elakadtunk, hogy bementünk egy ingatlan ügynökséghez, aki mondjuk kiadta az adott helyiséget, és akkor ott kezdték, hogy jó, de kik vagyunk. Fehér lappal kellett kezdenünk az egészet, és végre találtunk egy helyiséget, ami nagyon tetszett, és úgy éreztük, hogy nagyon nagy potenciál van benne. A büdzsé először az volt, hogy max. $1 millió költünk rá, és úgy találtuk mindenket, hogy ez nagyon jó pofa dolog lesz, hogy akkor felváltva jövünk, megyünk Budapest és Los Angeles között, de nagyon meghaladtuk az $1 millió álomkeretünket. A nyitáshoz jutottunk, addigra a lánya Gyurinak befejezte az egyetemet, és hazajött Magyarországra, úgyhogy kvázi ott maradt az étterem, és más apropó nem volt, csak az étterem, hogy kijárjunk Los Angelesbe, viszont sokszor megkövetelt az üzlet ott kint, talán egy nyitó üzlet, hogy együtt legyünk itt, nem tett jót az itteni üzletnek a kinti biznisz. Véleményem szerint az első hiba az volt, hogy nem olasz éttermet kellett volna nyitnunk Los Angelesben. A második rész igen, az tulajdonképpen visszakapcsolható oda, hogy teljesen ismeretlenek vagyunk, vagy voltunk a Los Angeles-i gasztronómiai palettán vagy piacon, és pontosan, mint ahogy nehéz volt jó üzleti helységet szereznünk, ezért jó séfet, jó embereket is nehéz volt szerezni, mert ugye nehezen kötelezik el magukat a jó emberek egy ismeretlen munkaadónál. Tehát terjeszkedés esetén, ha valaki külföldön is, pláne ilyen messze az anyacégétől, vagy a városától nyit egy bizniszt, akkor nagyon oda kell figyelni arra, hogy megnézze, hogy milyen hatás lesz a kinti vállalkozás az itteni üzleti tevékenységére. Nagyon oda kell figyelni a hárköltségekre, mert azok nagyon el tudnak szaladni, úgyhogy nem is gondolnál, tehát előre nagyon jól fel kell mérni. Nagyon oda kell figyelni a rejtett költségek, tehát energia, ügyvédi költségek, ilyen-olyan adók, tehát hogy ezt nagyon körbe kell járni, miatt az ember merne vállalkozni, pluszban értelemszerűen az első lépés, hogy fel kell mérni a kinti igényeket, és a kinti konkurenciát nagyon meg kell ismerni. Sokszor azzal vigasztalom magam, hogy fú, a fenegye, meg milyen jó lenne, ha az a pénz most a zsebemben lenne, mennyi mindenre tudnám használni, de végeredményben oda jutok a magammal folytatott beszélgetésben, hogy nem bánom, hogy belevágtunk, mert olyan élményt adott és olyan tapasztalatot, amit másképpen nem tudtam volna megélni. De túléltük, és,
és a végén ha egyeneket kell vonni, akkor azt mondanám, hogy anyagilag nem, de élmény szinten mindenképpen megérte.